Blabla a címe. Ez egy image dal, úgymond, tehát teljes egészében rólam szól. Nem tartalmaz mélyen szántó gondolatokat ez most, hanem inkább egy ilyen könnyen emészhető, pörgős kis dal lett. Mi a probléma? A Green, és mi a téma? Ki van a célba? Újpesti vagyok, tehát nem is mentem messzire klipet forgatni. Ott nálunk kezdődik a Városkapunál egy ilyen sikátoros, romos résznél. És akkor onnan fejlődik ez így ki, ez a képi világ. Fekete-fehéren kezdődik, a végére kiszínesedik, és ahogy történnek velem a klipben a dolgok, igazából úgy halad előre az egész, és úgy fejlődik ki a történet, ez a pici sztori rész, ami van benne. Fekete-fehéren kezdődik, ez direkt van. Én a belehalokos ruhámba vagyok a klipbe tulajdonképpen, amiben a belehalok klipbe mentem el. Direkt szándékosan ezt vettem föl, hogy ez jelképezi úgymond a fejlődésemet a kezdetektől kezdve, ahogy elkezdtem zenélni, odáig, ahol most tartok úgymond a Majkáikkal való fellépésekig, egy ilyen, pont egy ilyen nagyobb bulival van vége. Szavam se lenne, ha járna egy kis tisztelet, és nem csak a szája. Mi különálló előadók vagyunk, tehát mindannyiunknak vannak saját produkciói, dalai. Nekem is a Majka előtt is voltak dalaim, és most is próbálkozom azért szóló dolgokkal, mert várják a kis rajongóim ezeket. Oh! Ha tehetném az égbe, kiáltanék fel, ha vigyel a hangom messze a szél. Ja, látom, de mégsem érem felé száll, csak amit démonokat kergetnék. Úgy veszem észre, hogy ez pozitív irányba változik, a nekem ez jár óta, úgy hallom vissza, hogy azért még undergroundosabb berkekbe is elismerik ezt az új dalt. Szerintem jól alakul ez a dolog, de mondjuk én ezzel nem szoktam annyira foglalkozni. Jóba vagyunk sok mindenkivel, sok mindenki szeret minket, és jó páron nem, de hát ez így van rendben szerintem.